Hello mindenkinek, én Lék vagyok, és ez itt egy újabb hasznos videó lenne, amelyben ezúttal egy TGT-s paklit fogok bemutatni. Igen, egy picit korábbra ígértem ezeket a videókat a TGT-ből, de mostanra sikerült annyira kitesztelnem a paklikat, illetve annyi lapot kinyitnom, hogy 10 paklin édes kevés volt, hogy kompetens paklit tudja készíteni. Úgyhogy innentől kezdve szerintem heti egy vagy kettő pakli bemutatót fogok feltölteni, bár ez változhat, általában ugye nem az történik, amit előre eltervezek, úgyhogy mindegy. Az a lényeg, hogy ez itt most itt van, ez pedig nem más, mint a Tempo Totem. Nos, a Tempo Totem Sámán, ez pedig nem más, mint a Totem szinergiára építő Sámán, ami 6, max 10 kör, 12 kör alatt képes úgy lerassolni az ellenfelet, hogy konkrétan semmi nem marad az arcából, úgyhogy most ezt fogjuk prezentálni, ezt fogom nektek prezentálni 2 vagy maximum 3 mérkőzésben, úgyhogy vágjunk is bele. A paklinak a szerves részét képezik ugye a TGT-s lapok, illetve számomra, mivel nincsen meg, ez egy többé-kevésbé saját gyártású pakli, viszont van ennek egy netes változata, ami többé-kevésbé ugyanez, tehát én ezt utólag láttam, és mondjuk ott más legendek vannak, én a BRM-es legendeket használom, mivel szerintem ezek is nagyon kompetensek, az egy dolog, hogy nincsenek benne egy alappakliba, de hát miért nem működhetnének, attól még, hogy ugye neten nincsenek megírva. Na, hozzunk még totemeket. És akkor ugye a lényeg az, hogy ugye a 6.-7. kör tájékára telepakoljuk a boardot totemekkel, és utána eltudjuk az AOE totem spelljeinket. Ezen kívül található a pakliban egy Thunder Bluff Valiant és egy Muklas Champion is, amelyek ugye plusz életet és támadó erőt adnak a totemeknek. Ezen kívül van még Tuskar totemik, és igen, van még Tuskar totemik, és valamit még akartam mondani. Na mindegy, majd ha eszembe jut, akkor mondom. Néhány GVG-s lap is van. Úgyhogy igazából van itt minden, mint a bucsúban. Ugye a Shredder az egy nagyon jó kis mid-game kártya, úgyhogy az azért szerepel ebben a pakliban. Na most, hogyha okos, akkor betrédeli a Totem Golemet a Deathlordra, akkor következő körben leütöm a Deathlordot, remélhetőleg felhúz nekem valami erőset. És nézzük, nem, trédelni fog, csak hogy Drain Life-val. És akkor azzal meg valószínűleg arcra fog menni. Ja igen, a Drain Life Totem Carver volt még a pakliban, ezt akartam mondani, közben eszembe jutott. Úgyhogy hát lássuk, mit tudunk ebből a helyzetből kihozni, szerintem hozunk egy totemet megint. Oké. Ma este valamilyen picit lagosabb árcsa a szervek, nem tudom igazából, hogy mitől lehet. Talán valahol valaki nagyon championshipezik, meg azt hiszem most megy a VB, úgyhogy vagy EB, fene tudja, úgyhogy most lehet, hogy azért is káosz a pár. Szóval vissza tudnám keríteni a kezembe, akkor jó lenne, de nem tudom. Lássuk. Itt a Muklas Champion, ugyebár szerintem hát most nem tudom, hogy Ferlamentállal le kéne ezt szedni, akkor azt húz valamit, vagy azt hiszem a Muklas Champion lesz itt a bölcsebb döntés. Így mi, és látjátok, gyakorlatilag ebből áll a pakli lényege, a két totemnek még egy kis naftát is tolunk a tartályba. Kicsit több HP, így legalább a izével nem tudja már kiütni, úgyhogy hozzunk még valakit. Remek, így még meg is szíve egy picit a az enemy, hogyha megüti azért a Stone Claw-t, és látjátok, gyakorlatilag egy kör alatt ebből a 0/2-esből lett egy 3/5-ös taunt. Ennek ez a lényege ennek a paklinak, nagyon jó, nagyon kompetitív, én ezzel a paklival lejutottam egészen 14-es rankig, csak utána elkezdtem már a paklikat tesztegetni, azért vagyok most itt, ahol vagyok éppen, úgyhogy a következő körben pedig szerintem érkezik egy Lightning Storm. Lássuk csak. Hát, hozzunk még egy Tomet. Jó, és igazából szerintem ez ütjön. Jó, a többivel pedig arcra. És ugye látjátok, ez a lóvág. 7.-8. kör, ellenfélnek semmi nincs a bordján, az enyém tele van, van
olyan, ugye, ami erősít kollektíven, van olyan, ami az ellenfélnek a lapjait trédeli be, van olyan, ami a Hero Power-t húzza le, szóval nagyon jól kontrollálni lehet vele az ellenfél borját, ezen kívül ugye megvannak azok a részei, na leesett neki, hogy azt kéne leütnie, megvan az a része is, ami ugye könnyen elpusztítja az ellenfél lényeit, úgyhogy mondom, maximum 12 kör alatt meg lehet vele nyerni egy meccset, ha nem van, nincs nagyon pekhead. Ó, egy For Lich King, ilyet is itt kell látni manapság. Igen, te is jól játszottál, haver. Hát csak a Boeing kedvéért kihozott Taurisszám még. Plusz van rá questem, apropó quest, hogyha nyerek eleget, akkor videó végén. Úgyhogy felkezdem a kapnának, gyakorlatilag a totem szinergia a lényege, és ennyiből le lehet verni, viszont ez egy nagyon rövid meccs volt, úgyhogy szerintem jön még egy. Ezzel a paklival. Hát kemény kettő darab 5 fölötti lényt tudtunk kijátszani, úgyhogy nem biztos, hogy ebből pakli bontás lesz, mert a nem sámára vannak a questjeim jelenleg. Úgyhogy úgyhogy ez most valószínűleg nem fog összejönni. Na de közben addig más dolog. Az a lényeg, hogy új monitorom lesz valószínűleg, most már elég hamar is tudok nektek normális videókat készíteni végre, normális képarányban. Ugyanis amit jelenleg használok, az egy nagyon-nagyon régi Dell monitor, és ennek a nagyon-nagyon régi Dell monitornak ugye 4:3-as képaránya van, tehát látjátok, hogy a Hearthstone is nekem itt le van csapva a kép széle, úgyhogy valószínűleg fogok kapni, illetve veszek egy új monitort, és akkor azzal most már teljesen jó videókat tudok készíteni, valamint valószínűleg a tél folyamán be fogok szerezni egy új mikrofont, illetve egy új fejhallgatót is, ez utóbbit ugye inkább a saját, mint a ti megfelelő szórakoztatásotok érdekében, de a mikrofon az hozzá fog erre, például nem fog belehallatszani, amikor kattingatok ezerrel, például amikor köszönök, látjátok, ez is simán behallatszódik, amikor így kattingatok. Moonfire? Nem, Elven Archer. Tehát igyekszem magasabb szintre hozni a csatorna felszerelését, hogy minél jobb minőségű tartalmat tudjak nektek előállítani. És ugye az új sorozat, na, az új sorozatról a dolog az úgy néz ki, hogy 3 nap van még a szavazás zárásáig, mikor ezt fölveszem, de nagyon úgy néz ki, hogy a World of Warcraft győz. Méghozzá ez úgy fog akkor kinézni, hogy hordás, mi a fenét csinál ez a csávó, hordás leckét fogunk indítani, és mégpedig két új emberrel, őrőlük nem mondok semmit, majd a videóban megismeritek őket, és úgy fog kinézni, hogy valószínűleg Undead-del fogunk játszani, hogyha neked is megfelel, illetve talán a Goblin a másik, amin gondolkozunk, orkot nem akarunk, Blood Elfünk az már van, mármint hogy így privátban, azt azért nem akarjuk, szeretnénk valami újat kipróbálni, úgyhogy valószínűleg Undead vagy Goblin lesz, és akkor elméletben 20-án vagy 20-a után valamikor fog indulni az új sorozat. Azért nem biztos, hogy 20-án, mert ugye 20-án este zárom a szavazást, és lehet, hogy mondjuk addig valami csoda folytán még jön hirtelen egy kupac szavazat, úgyhogy azt én még kivárnám, és utána 20-a után ülünk csak neki felvenni. Szóval valószínűleg 22-23-a környékén lesz fönt az első rész. Igyekszünk ezt hosszabb sorozattá csinálni, mint az előző volt, illetve ezzel párhuzamosan a lore-t is fogom folytatni. Csak az eredeti tervek szerint nem Drev, hanem az egyik új ember lesz segítségemre a sorozatban, ugye egyedül nem akarom csinálni, mert elég macerás ezeket a... Ez egyik legtöbb munkám a lore videók elkészítésével van. Úgyhogy az is vissza fog térni. Ezen kívül ugye a bemutatók és a first play, valamint az összes többi sorozat ugyanúgy fog futni. A francok csinál ez. Van egy olyan nézésem, hogy ez kezdő, vagy nem tudom. Mondjuk egyszer már én nagyon leszóltam így egy embert, és kiderült, hogy nem kezdő, csak jó taktikus. Hozunk lényeket a pályára. Ezen kívül van egy kisebb hírem számotokra, ami pedig nem más, mint hogy valószínűleg... Sőt, nem most már nem valószínűleg, most már biztos, ugyanis megkaptam az e-mailt róla, bekerültem a Wildstar nevű játéknak a zárt bétájába. Erről hamarosan fogok készíteni egy videót, ez egy MMORPG, alapvetően a felfedezésre koncentráló MMORPG, nagyon-nagyon jó, már nagyon régóta várom, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Úgyhogy hamarosan lesz Wildstar is, és most nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Lehet, hogy kéne egy
talán a crackle-t meg kéne kockáztatni. Igen, a crackle-t muszáj lesz megkockáztassuk, remélhetően 6 damage, nem 4. Nem baj, így megvan, csak a Nagetának csak egy HP-je marad. Szóval bekerültem ugye ide, ezen kívül lehet, de ez csak lehet, hogy teljesül egy régebbi vágyam, miszerint bekerülök végre a Mester Gaming csapatába, de ez csak nagyon lehet. Tehát közben az ellenfél pakolja nagy lényeket. Van rá egy nagyon kis esély. És ezt nem tudom, hogy mitől van, ez bugos szerintem ilyenkor. Ott elvileg kéne legyen ugye még egy Logged Mana Crystal. Na, viszont szerintem... azt ott szépen kiremek, pont 5 damage, ez pedig ki. Nos, hírrovatból ennyi, most fókuszáljunk a játékra. Az ellenfél ugye valószínűleg kezdő, ugyanis elég alap lényeket használ, Korhound, Nagetad, meg mi ez, meg a Builder Fistogre. Meg ez, igen, ezt már majdnem hiányoltam. Úgyhogy... jó lenne őt elverni. Látjátok, most viszont például a hetedik kör van, ilyenkor, mikor nem jönnek föl annyira a lapok, akkor elég necces megcsinálni a kombót, de így is meg lehet, és ilyenkor nyúlnak itt 12-13 körösre ezek a meccsek. Nos. Oh, Maiden of the Lake. Azon gondolkozom, hogy ha azt leszedem, akkor ugye az megmarad, ez hoz valami lényt. Lesz kint egy Fire Elemental, azt hiszem ezt fogom csinálni. Évi. Hát valami jót fogunk, egy Millhouse kellene. Tehát rossz. Ugye Millhouse egy nagyon érdekes legendary. Sokan mondják, hogy egy nagy baromság az egész, meg hogy egy nagyon szarlap. Nem. Millhouse az, ha kézből játszod, akkor tényleg szar, viszont Pilot is Shadow-ből messze a legjobb drop. Tehát annál jobbat elképzelni nem igazán lehet. És úgy nézem, trade-el 6 damage-et, ha csak nincs Amulfire, de nincs. Igen, akkor trade-elni fog 6 damage-et a Fire Elemental-a. Jó, ez nem csak jó, 6 fogjon a HP-je. Úgyhogy... Polis Gain, ez egy abszolút kezdő. Valahogy sikerült ez a pakli, bár szerintem az az egyetlen gyakorlatilag általam ismert kompetitív pakli. Na, amit használnak a kezdők, ugye ez a enyhén beast orientált pakli. Na, hát... üssük az arcát, aztán játszok az agresszívat. Na, lássuk, mit hoz nekünk a Manotai Totem. Taurisszán remek. Vegyük le egy picit a lapoknak az árát. Nos... kíváncsi vagyok, hogy most ebből a helyzetből hogy próbál kimászni. Bár nem akarom elszólni magam, de valószínűleg ezt a meccset már nyertük, ugyanis... még talán így is. Tehát már nem igazán fog tudni olyat hozni, ami nagyon meg tudnék akadályozni abban, hogy győzzünk, főleg most, hogy a teljes kezét kipakolta. Jó, viszont legalább nem hülye, mint az a gyerek, akivel valamelyik nap játszottam. És azt a lapot öli meg, ami ugye veszélyt jelent. Na. Mágus. Ezzel most remélhetőleg picit megijesztjük a kollégát, és nem fog miatt, tehát arra fog koncentrálni, hogy Kromágus leüsse. Ahhoz ugye be kell áldozza legalább két lényét, sőt mind hármat, vagyis hát ez nem fog meghalni, de következő körben megalom. Vagy pedig megy arcra. No, nézzük. Nem, érdekes módon, úgy nézem. Na, ebből látszik, hogy a gyerek kezdő. Konkrétan most, amit csinált, annak semmi értelme nem volt, mert Kromágustól szinte muszáj lett volna megszabadulni, vagy elbármint igazából. Jó, ezt elszóltam, ezt nem így volt, nézzétek ezt el, nekem picit fáradt vagyok. No, most viszont szarba vagyunk. Tauntott PLS. Fuck, jó. Taurisszán, és ezt leütjük, és ez 11 sebzés, plusz ugye amit kihoz, szóval az mennyi? 7, ja, tudunk matekozni. És akkor remélhetőleg valahogy ki tudjuk húzni ezt a kört. Igazából Taurisszán ugye ki tudjuk nyírni mindenképpen egészségedre.
Maiden of the Lake-től megszabadul, jó. Akkor a 1/1-es azt eljutjuk, jó, azt áldozza, teljesen jó. No, remélhetőleg valami jót húzunk. Oké, okay, azt az is megtalálja. Kéne egy hex mondjuk most jelen helyzetben. Bloodlust, hát... Miért nem tudnak egy heal totemet adni, ezt nem értem, mindegy. Jó, azt az ogrét, ezt szerintem valahogy kibekkeljük, hogyha arról van nagyon szó, úgyhogy ez most egy egész stabil lesz a helyzet. Most viszont látjátok, ilyenkor van az, amikor nem jön fel a lapjárás úgy, ahogy kéne, de így is, tehát most 14.-5. körnél járhatunk, de hogyha jól jön föl, és általában jól szokott följönni, tehát ritkán vannak ilyen esetek, amit most láttok, akkor... Mi a fejét csinált a szerencsétlen? Akkor... akkor 7-8 kör alatt maximum be lehet fejezni egy mérkőzést. Még egy Krokolisk, jó? Jó, még a Bloodlust-ot se kell elnyomjam így. Inni még a hírt, és éri. Jó. És már meg, és még mindig nem képes itt healinget hozni. Ez, bocsánat, azt mondtam, hogy healing, ez vitality totem. No. Ez egy kicsit pillegős meccs, én úgy érzem. Tehát hol én, hol ő kerekedik föl, most az természetesen le fogja ütni. Ami ugye újabb 4 sebzés. De mondjuk egy Nefarient, vagy egy Muglas Champion-t, hát ez mondjuk tökéletesen haszontalan kártya most. Ezt szívesen vártam volna. Körüljük az arcát, aztán következő kör, kíváncsi vagyok. Ez egy druida, és van egy olyan rossz érzésem, hogy lesz nálam Iron Bark Protector. Ugye csak reménykedni tudom benne, hogy nem lesz. A Healing Totemtől úgy húzunk. Igen. És mondom, van még nagy drop abban a pakliban, ott igen, abban, ott gyere szépen. Tuskart, ott nem baj, hozzuk a lényeket. Na, most ugye egyszerre ebben a körben 3 lényt is kihozunk a csatamezőre, és totem gólem ez az. Ezzel gyakorlatilag meg is nyertük a meccset, és a következő körben Bloodlust-tal finish off-oljuk. Ha csak most nem tol például egy Starfire-t, mert az 1-2-3 lényemet elvinné. De nem tolna, csak egy nasa, tehát... Jó, ezt győztük, ezt a meccset megnyertük. Jó, belénk fák azért egy tört, csak hogy övé legyen az utolsó szó. Na, lávasok, jó, teljesen fölösleges. Hozunk egy idejét még, találsz healing, ez igen, végre hozott egy healing totemet, amikor már teljesen szükségtelen. Boom. Köszönjük szépen a játékhoz. Boom. Boom. Na, hát ez ennek enyhén szóval ledaráltuk az arcát, látjátok 20 kör alatt is sikerült lehúzni ezt a meccset szintén, tehát nem vittük el máig, úgyhogy szerintem prezentációnak legyen elég ennyi, még megmutatom miből áll a pakli, aztán utána én már elbúcsúzom tőletek. Nos, azt mondja, hogy tempó totem itt is van. Nos, totemic might, a sok kis totemnek ugye, hogy ugye a összes totem, amit idézni tudunk, annak csak 2 HP van, hogy ezért egy picit nagyobbak legyenek a túlélési esélyek. Earthshock, mert miért ne, is mindig jól jöhet, 2 Rockbiter weapon, hogyha épp nem húzunk föl egy Bloodlust-ot, vagy nincs nálunk Thunderbuff Valiant. 2 darab Crackle, nagyobb lények ellen, egy lávasok, hogyha túl sok lenne az Overload. Bloodmage Talnos, őt azért tettem bele ebbe a pakliban, mert a early game dropnak nagyon jó, és ilyen 2-3 manás spellekkel nagyon jó össze lehet kombózni, úgyhogy ő teljesen jól van itt. 2 Flame Tank totem, mert a tűzerő az mindig jó, 2 darab Totem Golem, ugye a legerősebb, jelenleg a játékban levő legerősebb totem. Egy Vitality totem a regenerációért, Feral Spirit, Tauntok véget, még egy regenerációs kártya, 2 darab Hex ugyanúgy a nagy minionok ellen, 2 Lightning Storm a kisebbek ellen, egy monatájtottam a kártyahúzás miatt, 2 Tuskartot, amikor minél több lényünk legyen lent a csatamezőn, egy Maiden of the Lake a Hero Power miatt, egy Pilot is Shredder, mert miért ne, Bloodlust, hogy több atakunk legyen, Muklas Champion és Thunderbuff Valiant, hogy föltápoljuk ezeket is aranyosokat, Emperor Taurus-szán az olcsóbb kártyákért, és nincs a pakliban, ne fájjen, most veszem észre, egy Fire Elemental és Kromágus. No.
Viszont már kb. Ennyi fér bele. És ez volt én már a Drék, ez volt itt már a Tempo Totem pakli bemutató. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozz fel a csatornára, csekkold a Facebook oldalt, ne felejtsd el szavazni, még 3 napig él a szavazás, hogy mi legyen az új sorozat. Ha nem feltétlenül szeretnél volt, akkor te is meg tudod változtatni. Úgyhogy legközelebb találkozunk, addig is viszontlátásra!